A vajdasági kiadók sorában ezúttal a Magyar Művelődési Intézet, a Fórum Könyvkiadó, az Életjel és az Etna mutatta be kiadványait. Elsőként Bodor Anikó, Széles a Duna című posztumusz kiadványáról beszélgettek a résztvevők, amely báskertes népzenei hagyományait gyűjti egy csokorba. Ez egy zenei falu monográfia Kupuszináról, illetve bevezető tanulmányokkal együtt egy néprajzi, falu történeti nyelvjárási szokásokat áttekintő kötet, amit Anikó életében elkezdett írni, szerintem az élete utolsó éveiben ezzel foglalkozott, a Vajdasági Magyar Népdalok egyetemes kiadása mellett. Az Újvidéki Fórum könyvkiadó több kötetet is bemutatott, köztük Lénár Róbert Skizopolis című művét is, amely a társadalom peremére szorult emberek világát tárja az olvasó elé. A kirekesztett emberek azok, akik igazán érdeklik, nem hiába Skizopolis a címe ennek a kötetnek, hiszen lényegében a skizofréniáról szól, arról a skizofréniáról, amit a mindennapjainkban mi is kénytelenek vagyunk átélni, megszenvedni, hiszen mindannyian ide születtünk, ebben a világban próbálunk megboldogulni. A rendhagyó irodalomórákat követően az Art Caféban bemutatásra került a Hol tartasz, hol tartunk című kiadvány, amelyben az írók írásbeli válaszokat adtak a nekik feltett kérdésekre. Ezt követően a mögöttem látható Széles utcán az írótábor résztvevői találkoztak az itt lakókkal, a szemtől szemben író-olvasó találkozó keretében. A nap az Art Caféban a Darvasi László magyarországi író és költővel folytatott beszélgetéssel zárult, aki a Magyar Kanizsai Írótábor idei díszvendége.